Ez a Vai Ádám Kastélymúzeum, a katonaművészek itt a parkban alkottak a legtöbbet. Akadt olyan, aki a kastélyt festette meg, de akadt, akit a szobrok ihlettek meg. Ezt a krétarajzot például Molnár Csaba készítette, ő már másodjára alkotott Vaján. Ilyen alkotótáborban gyerekkoromban voltam többször, és úgy indultam, hogy a képzőművészet minden ága érdekelt. Utána kézműves táborokban vettem részt. Pontosan ilyen jellegű, ahol lehet festeni, faragni, rajzolni, linómetszés és egyebek. Ez most volt a Vai tábor és második alkalommal. Tehát számomra is megtiszteltetés, hogy részt vehettem egy ilyen táborban. Katonazene igazi katonazenészektől a katonaalkotásokat ez kísérte. 2 évvel ezelőtt volt egy kezdeményezésünk, mely szerint, hogy a honvédséggel közösen Vaján egy olyan alkotótábort hozzunk létre, ahol katonák, illetve a honvédség keretében dolgozó polgári személyek jönnek, és így a mai tárlat az ő munkájukat mutatja majd be. 10 napig 11 alkotó volt itt, Tamus István debreceni tanár vezetésével, és én úgy gondolom, hogy egy szép anyag jött össze. Linómetszetek, fából készült alkotások és vásznak különböző anyagokkal, technikákkal ékesítve, a második Vajai Honvéd művésztelep alkotásai még láthatóak a Kastélymúzeumban. Hogyha katonákról hallunk, akkor elsősorban az egyenruhára gondolunk, arra, hogy nekik szigorú szabályok szerint kell élni az életüket, megvan a napi rendjük, és nem igazán szoktuk őket összekapcsolni a művészetekkel, pedig bizony köztük is vannak olyan emberek, olyan különleges kovászok, akik nagyon értékes dolgokat tudnak tenni, és talán az ő életük így egész, hogy megvan az a szigorú rendbe tett katonai élet is, és emellett pedig azért megmutatják azt a másik oldalukat is, és ezért remek alkalom ez a alkotótábor, hogy itt valóban megismerhetjük a katonai életnek úgymond egy másik dimenzióját. A szervezők a Magyar Honvédség vitéz Szurmai Sándor Budapest helyőrség dandár tánccal is készült a tárlat bemutatójára. Kísérőjük Nagy Csaba tárogató művész volt.